Fedezze fel Győr legújabb wellness szállodáját. Csendes, nyugodt környezetben, tágas és kényelmes szobákkal, ízletes és bőséges ételekkel várja vendégeit a Girmót Sport és Wellness Hotel. Voltak jó meccseink, illetve voltak meccsek, amikor jól játszottunk, úgyhogy nem lehetünk azért szomorúak, mert elég sok győzelmet szereztünk, még ha ugye a cél sajnos nem is értük el, de azt gondolom, hogy mindenképp idegenben is, és itthon is voltak olyan mérkőzések, amikor több góllal tudtunk nyerni. Hát szerintem a játékunk mindenképpen jó volt. Voltak periódusok, amikor szerintem bármelyik ellenfél ellen tudtunk dominálni, akár ha erősebb vagy gyengébb is. De hogy vagy most egyébként? Hát most már jobban, talán kicsit megviselt a sérülés, így, hogy az utolsó három meccset ki kell hagynom. Nem volt még ilyen hosszú sérülésem, de próbálok lábadozni. Alapozásra te már rendben leszel? Hát úgy tervezem, igazából ezt majd az orvosok fogják eldönteni, de szerintem igen. Amióta ötöt lehet cserélni, azóta gyakorlatilag bárki is kezd a csatárposzton, az szinte biztos lehet benne, hogy nem játsza végig a mérkőzést, hanem 60-70-80 perccel jön majd a másik. Ez mennyire szeretitek ti ezt csatárok? Hát azt gondolom, hogy nem foglalkozunk ezzel, nyilván ez az edzőnek meg a stábnak a dolga. Mi felmegyünk a pályára, és ameddig ott vagyunk, megpróbáljuk a legjobb teljesítményt nyújtani. Ugye hosszú a bajnokság, sok a meccs, ezért szerintem minden meccsen ugye próbálja mindenki kihozni magából a maximumot, ezért mindenki addig hajt, ameddig tud, úgyhogy egy idő után úgyis elfáradunk, úgy, még hogyha nem is talán az első pár meccsen, de azért a többi meccsen, főleg ha egy hosszabb terhelés van, akkor szerintem lehet rá számítani. Ugye menet közben érkeztél az Etóból, mennyire sikerült hamar beilleszkedni, de mennyire érezted, hogy megkapod azt a bizalmat, amire vágytál? Hát talán amikor ugye az utolsó pár fordulóban ősszel kezdő lettem, talán akkor éreztem úgy, hogy sikerült beilleszkednem. Megyó, nagyon sokszor látjuk azt, hogy hol a jobb, hol a bal oldalon játszol. Van, ahol te egyébként jobban szeretsz? Vagy jó ez az, hogy egy cserbe fel aztán lehet lőni? Nyilván jobb bal oldalon jobban szeretek, de ugye sokat játszottam a jobb oldalon is. Ahova, vagy amelyik oldalra raknak, ott kell megoldani. De azt gondolom, hogy inkább a bal oldalt érzem magam ott kicsit otthonosabban. Mennyire hamar érzitek a mérkőzésen azt, hogy a védő ellen igen, lehet nyerni pár harcokat. Mennyire nehéz fölvenni úgy a ritmust, hogyha valaki egy kellemetlen ellenfél, hogy legyőzd magadba, hogy igen, de őt majd kitalálunk valamit, hogy hogyan lehet legyőzni, és hogyan lehet megverni. Hát, szerintem ez ellenfél, meg meccsfüggő is. Van, amikor már az első perctől kezdve, van, amikor meg azért bele kell lendülni, meg kitapasztaljuk, hogy mi a gyenge pontja az ellenfélnek, szerintem. Hát meg én azt gondolom, hogy jó megoldások sokat számítanak a mérkőzés elején, mert akkor úgymond csatárként azért az önbizalmad nő, a védői pedig ugye az nyilván megy lejjebb az önbizalma, úgyhogy az elején fontos szerintem egy-két jó megoldás. Egy picit az lenne a kérdés, hogy még egymásról meséljetek, hogy mit gondoltok arról, hogy a másiknak mi az erőssége, illetve ha a másik ott van a pályán, akkor mitől lehet jobb a csapat? Kezdem én szerintem a Megyónak mindenképpen a cselező képessége, az, hogy bárki ki tud cselezni, meg bármikor helyzetbe tudja hozni a társakat. Hát az Erdőnek én azt gondolom, hogy mentalitása, szóval vannak olyan labdák, amikor már az ember nem nagyon indulna el, de ő még úgy elindul rá, és általában azért nagy százalékban meg is szerzi, úgyhogy én mindenképp a mentalitását, illetve a gyorsaságát emelném ki. A Girmót TV videói a Girmót Sport és Wellness Hotel támogatásával készülnek.